Sziasztok! Ma egy nagyon sokak által kedvelt édességet hoztam nektek, és ez nem más, mint a kakaós csiga, extra csokoládéval. Hogyha jobban szeretitek azt, hogyha csak sima kakaóporos, tehát nem azt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon édeset, akkor ne tegyétek bele a csokoládét, vagy tegyetek bele csak 50 g-ot. Én ugye 150 g-ot tettem bele. Lehet, hogy 100 g is elég lett volna, de így a lányoknak, tehát ugye itt volt Alexának a barátnője is, és nekik meg a szomszédainknak annyira nagyon íz lett ezzel rengeteg kakaóval, meg csokoládéval, hogy csak úgy látszik, hogy nekem volt ilyen már ilyen túlzottan édes meg Robinak. Tehát mindenképpen, hogyha nagyon édes szájúak vagytok, vagy fiatalok vagytok, mert a fiatalok ezt jobban bírják, valahogy nem tudom, akkor előle hatatában mindig mondta apukám, hogy egyre kevesebb édességet tudunk megenni, hát ez rám is jellemző, bár én azért még mindig extrán sokat meg tudok enni másokhoz képest, de hogy tényleg ez már nekem is ilyen nagyon-nagyon édes volt. És tényleg ez olyan volt, hogy ahogy így etted a kakaós csigát, tehát mindenhol csak is volt. Tehát nem az, mint amikor tudjátok, várjuk a közepére, hogy jaj, mikor érünk már oda el, és akkor fú, most tök jó, mert nagyon-nagyon csok is. Ez nem az, hanem hogy itt tényleg mindenhol tiszta csoki. Tehát ez tényleg ilyen csupa csokis kakaós csiga. Úgyhogy ha szeretitek az ilyen jellegű ételeket, akkor mindenképpen ajánlom, hogy pont úgy készítsétek el, ahogy én ezt el fogom most mondani nektek. Először 2,5 deci tejhez hozzáöntünk 2 csomag vaníliás cukrot. És 60 g kristálycukrot. Ezt az egészet most langyosra melegítjük, amivel majd bele fogjuk tenni az élesztőt. Miután megmelegítettük, összekeverjük, 40 másodpercet tettem be a mikróba, és vagy megkóstoljuk, hogy langyos-e, ugye az a lényeg, hogy ne legyen forró és ne legyen hideg, vagy beledugjuk az ujjunkat és úgy nézzük meg. Ez pont jó. Ehhez hozzáteszünk 30 g élesztőt. Ezt a fagyasztóból vettem ki, de nyugodtan fagyos állapotba hozzá lehet tenni, tehát nem kell megvárni, hogy az élesztőt kieresszem, vagy felengedjen. Szépen így megolvasztjuk, közben pedig 50 g vajat melegítünk még a mikróban. Ezt a cukros élesztős tejet beletesszük abba az edénybe, amiben majd ki fogjuk dolgozni a tésztát. Kimérünk 600 g lisztet, és abból egy picit ide teszünk a tetejére a lisztből, és ezt most egy kicsit majd hagyjuk így állni. És a maradék lisztet majd utána bele fogjuk tenni. Hagytuk állni egy pár percet, itt szépen az élesztő elkezdett dolgozni, keletkeztek buborékok, tehát elkezdett az élesztő nekünk futni, idézőjelben, és ehhez most akkor teszünk egy csipet sót, 2 egész tojást, és hozzátesszük a maradék lisztet, ugye, amint mondtam, 600 g lisztet kellett kimérni. Ebből olyan 25 kakaós csigánk lesz. Ki hogyan, vagy kézzel, vagy dagasztókarral, géppel kidolgozzuk a tésztánkat. Bocsánat, még valamit elfelejtettem beletenni, és ez nem más, mint a megolvasztott vaj, ami 50 g, azt még hozzáöntjük. És akkor kezdődhet a dagasztás. Elkészült a tésztánk, úgyhogy most ki fogjuk innen venni, és egy ilyen enyhén lisztezett felületre tesszük rá. Ilyen nagyon szép kis tészta.
Itt fogjuk most pihentetni, le fogjuk takarni egy tiszta konyharuhával, és egy 15 percet pihentetjük. Letelt a negyed óra, úgyhogy tudunk tovább dolgozni a tésztával. Amit majd beleteszünk, ahhoz megolvasztunk, tehát ugye majd a tésztára rá ugye először vajat fogunk kenni, és azért most megolvasztunk 80 g vajat. Közben a tésztát kinyújtjuk. Jó, lehet hallani, ahogy a buborékok szépen így összelapulnak, vagy kidurrannak benne. Téglalapot kell belőle készítenünk. Innen egy kicsit ide-vissza dolgozunk, mert ott vastagabb lett, általában ugye, hogyha amerre nyújtjuk, ott figyeljünk, mert itt mindig vastagabb lesz errefelé, hisz arra toljuk a tésztát. Közben elkészült a vaj, az a csipogás. Hát ez pont akkora lett, mint a deszkám, a nyújtó deszkám, ez a tészta. Szépen ide öntjük a vajat. Így, amit majd itt elkenegetek rajta. Ettől lesz ilyen jó puha, nagyon sok recept sokkal több vajat ír, mint amennyit én megolvasztottam, tehát 100 g meg 150 g ehhez a tészta mennyiséghez nem kell annyi. Szerintem bőven elég ez a 70-80 g. Következő lépésben én ezt a csokoládét használom, és ebből 150 g-ot le kell darálni, vagy nagyobb darabok, vagy kisebb darabokra törni, vagy lereszelni, és ezt kell ráönteni a tésztára. Ezt nem muszáj, tehát ez csak egy plusz, hogy csokit teszünk rá, mert lehet csak a cukros kakaót is, akár fahéjjal meg lehet bolondítani. Ez rátok van bízva. Jól néz ki a kezem. Aztán ezt most megszórjuk kakaóporral. Jól. Mehet rá 100 g kakaó akár. Ez megint rátok van bízva, valaki csak egy 4 evőkanálnyit tesz rá. És a cukor. Összekeverve is lehet rápakolni. Ez megint rátok van bízva. 100 g cukrot teszek még rá. Nem kötelező előre összekeverni, mert úgy is össze fog sülni az egész. És akkor még a kakaóból extrém kakaós legyen. Most közben a sütőt 180 fokra előmelegítjük. Ha bekapcsoltuk a sütőnket, elkezdjük szépen a tésztánkat feltekerni. Próbáljuk meg minél szorosabbra. Amikor feltekertük, sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, és elkezdjük egy éles késsel felvágni a csigát.
180 fokra, 10 percre betesszük most a sütőbe. Letelt a 10 perc, úgyhogy most 2 kanál cukrot elkeverünk 2 deci tejszínben, és ezzel a tejszínes, cukros tejszínnel megkenjük a csigáinkat. Összesen 22 darab csiga le ebből a tészta mennyiségből. Ezután még visszatesszük körülbelül 10 percre, és el is készül a csiga. Lehet úgy is kenni, hogy tojást összekeverünk tejjel és cukorral, vaníliás cukorral vagy sima cukorral, és úgy kenjük meg. Úgy is el lehet készíteni, hogy csak tejet és cukrot keverünk össze, vagy a legeslegvégén, amikor kisültek a csigák, akkor kenjük meg cukros tejjel. Amikor így jól megkentük, körülbelül 10 percre, de ezt úgyis látni fogjuk, hogy felszívja ezt a tejszínt, visszatesszük a sütőbe. Elkészültek a kakaós csigák, 10 percet sültek ugye így a tejszínnel, beszívták a tejszínt. Abban az esetben tegyetek extrán csokit a kakaópor mellé, hogyha nagyon szeretitek a csokoládét, mert ez tényleg iszonyatosan erősen csokis. Ez olyan, mint amikor a kakaós csigára mindenki a belsejét akarja csak megenni, mert ez a legcsokisabb. Na most ennek az összes része ilyen csokis lett. Nagyon-nagyon édes, erre szerintem már porcukrot nem is szabad tenni pluszban. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várok tőletek mindenféle kakaós csiga receptet, mert ugye abból is rengeteg-rengeteg féle van, és azt is lehet, hogy valaki ilyen csokoládét már ilyen össze, ilyen krémes állagúvá rakja össze, tehát összekeveri gondolom a vajat előre, meg a kakaót, meg mindenfélét, és akkor úgy keni rá ilyen krémszerűen. Tehát tényleg ebből is ezerféle, meg lehet mascarpone szósszal, meg valamitani cukorsziruppal, mindenfélével. Tehát mindent, ami nagyon jó, és már kipróbáltátok, és bevált recept, azt mindenképpen várom tőletek. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon. A Facebookon most már van egy főzős csoportunk, és oda is tudtok jelentkezni. Tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezés és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!